Szeptembertől kötelező lesz a bárányhimló elleni védőoltás. A gyerekek ezt 13 és 16 hónapos koruk között kaphatják meg. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, tartsanak velünk! Lássulapítója van. Általános vizsgálat zajlik éppen ebben a Sarló utcai gyermekorvosi rendelőben, és ezekben a hetekben egyre több apróságot visznek orvoshoz, tombol a bárányhimlő szezon, a városban is járvány van. Ez az egyik leggyakoribb és legfertőzőbb cseppfertőzéssel terjedő gyermekbetegség. A bárányhimlőleg most pillanatnyilag azért is aktuális, mert nagy bárányhimlő járvány van a városban, óvodások körében, de természetesen ezt nem mondhatjuk, hogy csak az óvodások, mert a szülők is megkaphatják, meg a kisebb gyerekek is, akik közösségbe járnak, tehát bölcsödések például, illetve a testvérük esetleg bárányhimlős. Ezt egyébként milyen úton, módon lehet továbbadni? Levegő útján terjed, akkor, amikor például a váróban sajnos úgy látjuk, hogy a régi szigor megszüntével nagyon nem veszik komolyan a szülők, és bárányhimlős gyerekeket levisznek a játszótérre, illetve például a 10 emeletes házokban, a liftekben, amikor belépek, a másik gyerek nagyon könnyen elkapható. Egyébként mik a tünetek? A tünetek kezdődhetnek csak úgy, hogy egy kicsit nem érzik jól magukat, tehát egy bizonytalan nézéssel, és utána kezdetben nagyon apró pöttyök lesznek, ez egész testen, amik hólyagos lesz, ami zavaros lesz, és a végén besebesedik. Úgy ismerik meg a szülők, hogy nagyon viszkednek már azok a pici pöttyök is, és pillanatok alatt nagyon nagy rosszabbodás lesz, tehát kezdődik egy-két pöttyel, és pár óra múlva már 20-30 lehet. Nagyon fontos az, hogy van a hajas fejbőrben, és a szájban, a lányoknak a hüvelyben, mindenhol előfordulhatnak ezek a pöttyök, ami nagyon kellemetlen nekik. Mi a teendő akkor, hogyha a szülő ezeket felfedezi a gyermeken? Természetesen mindenképpen orvoshoz kell fordulni, legalábbis be kell jelentenie, de ragaszkodni szoktunk ahhoz, hogy lássuk. Különben az orvosnak is jelentési kötelezettsége van az ANTS felé, hogyha bárányhimlős gyereket lát, és a mentolos hintőport szoktunk ajánlani, illetve most már évek óta lehet kapni egy nagyon kellemes, a gyerekek számára nagyon kellemes habot, ami csökkenti a viszkedést. Nem győzzük elégszer elmondani, hogy az a régi, úgy ismerik mindenki, hogy a cinkrázó, az a fehér pasztaszerű, az tilos. Időnként még halljuk, hogy ez vagy az ajánlja a nagymama vagy valaki, de az teljesen tilos a bőrére kenni a gyereknek. Ha lázas, lázat csillapítani, és egy akármilyen élénk a gyerek, az immunitását nagyon csökkenti, és ez egy elég komoly betegség, tehát egy betegként kell felfogni, nem visszük a szomszédba, hogy ő is hadd kapja el, nem ugrál az ugrálóvárban, tehát egy komoly betegségként kezeljük. Lehet szövődménye is esetleg? Több szövődménye lehet. A véralvadás lemezkéket, agyhártyagyulladást okozhat. Nagyon komoly szövődményei vannak. Pontosan azért örülünk neki, hogy mostantól kötelező lesz a védőoltás. Eddig is nagyon ajánlottuk, de eddig ajánlott, de rendesen meg kellett venni a szülőknek. És most végre elértük, hogy kötelező lesz mindenki számára, ingyenesen az állam biztosítja. Egy vagy két védőoltás jelenthet esetleg hátbiztonság? Mindenképpen a kettő okozza a biztonságot. Gyengített formában, illetve kis számban, 20-30%-ban az egynél megkapták a gyerekek, de most az előírás a kötelező védőoltásnál is 2 darab védőoltás van. A védőoltás mellé mai világban én mindig elmondom,
hogy a gyermekeink nem tudjuk, hogy hova járnak majd egyetemre, vagy hol fognak tanulni, és például Amerikába nem engednek be felnőtteket sem, ha nincsen bárányhimlővédőoltásuk, vagy nem igazolják, hogy volt bárányhimlőjük. Ezzel együtt egyébként most már mennyi védőoltás lesz a gyerekeknek, ami kötelező? Ami kötelező? Hát 2-3-4 hónapos korban, egy évesen, 18 hónaposan kapják, és most be fog jönni a bárányhimlő 2-vel, ami kötelező. Azt egyébként tudhatjuk-e, doktornő, hogy úgy nagyjából egy évben mennyi bárányhimlő esetet jelentenek be önöknél? Egy 20-30% a gyerekeknek, az óvodásoknak biztos, hogy most például ebben a járványban is elkapta. Minden védőoltás ellen van egy kis óckodás, de ha az egyik gyerek megkapja, általában egy 10 nap a lappangási ideje, egy 10 nap múlva megkapja a másik gyerek, úgyhogy a szülőknek a munkahely miatt nagyon fontos ezért is, mert legalább 20 napot nem fognak menni dolgozni, hogyha csak két gyerekre számolunk. Sokat kell egyébként győzködni az anyukákat, apukákat, vagy ezért többségében mondhatjuk, hogy a védőoltások mellett vannak? Szerencsére a mostani propagandának azért nagyon kicsi számú az, aki védőoltás ellenes, vagy nem szívesen oltja be. A bárányhimlővel kapcsolatban ugye sokan azt mondják, hogy ne baj, ha átesik, mert a nagymama is azt mondja, hogy az anyukának csak 5-10 pöttye volt, vagy a testvérének. Az egyáltalán nem biztos, hogyha az egyik gyereknek enyhe volt a bárányhimlője, akkor a következő gyereknek is ugyanúgy lesz, és lehet szövődménymentes. Hogyha felnőtt korban esünk át, még erről is beszéljünk pár mondatot, akkor milyen jellegűek lehetnek ezek a tünetek, illetve ha veszélyesebb, akkor miért? Ugye régen volt mumps, most már azért az ellen is oltunk nincsen, de azért látjuk, hogy a bárányhimlő, tehát ezek a gyerekbetegségek a felnőtteket sokkal jobban leveri. Több a szövődmény is, azon kívül időseknek bele is halhatnak, tehát ilyen 70 éves, 80 éves, vagy beteg embereknek akár halált is okozhat a bárányhimlő. Meg szokták kérdezni, hogy a bárányhimlő védőoltás egész életre ad-e védettséget, vagy nem. Azt tudjuk milyenkor mondani, hogy ez viszonylag egy fiatal oltás, ugye Amerikában már régóta adják, nálunk meg egy pár éve. Ezt, hogy meddig hatásos egy védőoltás, ez mindig egy folyamatos vizsgálat határozza meg. Nézik az emberek véréből, akik megkapták, hogy mekkora még az ellenálló képessége, és úgy tűnik, hogy amióta van a bárányhimlő védőoltás, azóta hatásos, tehát, hogy nem kell. De ha véletlenül 20 év múlva, vagy valamire lecsökken, akkor esetleg még egy oltást fognak javasolni, ami egész életére véd, tehát nem kell félni attól, hogy nem hat, és akkor majd súlyosabb formában megkapja felnőtt korában. Doktornő, mondhatjuk egyébként, hogy itt nálunk, hazánkban, Magyarországon azért különösen jó a védőoltási rendszer. Magyarországon példamutató a védőoltási rendszer. Nagyon nagy az átoltottság, kevesen állnak ellen, és avval, hogy Magyarországon kötelezőek a védőoltások, ebben nagyon sok betegséget kivédünk, mert nagyon sok szó van róla, hogy Ukrajnában, Svájcban, ahol nem kötelező, Franciaországban, ahol nem kötelező például a kanyaró, halálesetekkel járó kanyaró megbetegedések vannak, míg Magyarországon erről szó sincs. Az utóbbi években kifejezetten megnőtt a bárányhimlő elleni védőoltás iránti kereslet, éves szinten 75 ezer vakcinát adtak el Magyarországon. Ez a szám azzal, hogy az oltás kötelezővé és egyben ingyenessé válik, nagyságrendileg 95 ezerre is nőhet. Hazánkban a védőoltási rendszerre az állam évente 10 milliárd forintot költ.
A bárányhimlő elleni oltást a 2018. július 31-e után született gyermekek kapják meg két sorozatban, 13 és 16 hónapos korukban. Az édesanyák szerint nagyon fontos előrelépést jelenthet a családok életében, hogy ősztől a bárányhimlő elleni oltás is ingyenes lesz. Én nagyon örülök neki, két okból. Az egyik, hogy mostanában nagyon sok szövődményét hallom azoktól, akik már túlestek rajta. A másik, hogy iszonyatosan drága, és sok család nem engedheti meg magának, pedig nagyon sok családban van olyan, hogy nagyobb gyerek mellé születik egy pici, aki mondjuk éppen megy óvodába, és a kicsi elég nagy veszélynek van kitéve azáltal, hogy a nagy hazaviheti neki a bárányhimlőt, úgyhogy én támogatom ezt nagyon. Nálunk a nagylány megkapta, oviba indulás előtt, pont azért, mert már úton volt a kicsi, és nem szerettem volna, hogy ő elkapja, mert tényleg ilyen pici korban már olyan szövődményei lehetnek az oltásnak, ami esetleg tényleg veszélyes lehet rá. Sőt, hallottam is a körzetünkből olyan családot, ahol a kicsi hát elég komoly állapotba került kórházba az oltás hiánya miatt. Nála így nem jelentkezett az oltás után semmi. Aztán azzal kapcsolatban meg, mivel hogy még nem volt a környezetében, most kezdte az óvodát szeptemberben, és nem volt a környezetében bárányhimlős, így nem tudom, hogy ő, ha lesz, akkor ő elkapja-e, és hogyha elkapja, akkor ez mennyire lesz nála erős, vagy egyáltalán nem kapja-e. Magyarországon a szülők felismerik a védőoltások jelentőségét, így nem jellemző, hogy elutasítanák azokat. Hazánkban 98%-os a különböző fertőző betegségek elleni átoltottság. Székesfehérvár egészségügyi és sporttanácsnoka szerint a városlakók többsége egészségtudatos életmódot folytat, mind a védőoltások, mind a szűrővizsgálatok tekintetében. A tudatos egészségnevelő módszernek, amit Székesfehérváron most már több éve alkalmazunk, az egészségfejlesztési terv végrehajtása során. Ez alatt értem a szűrővizsgálatokat, azt, hogy például a Fehérvár újságban rendszeres egészségrovatunk van, ezek mind segítenek ahhoz, hogy egyre tudatosabb döntéseket tudjunk hozni. A védőoltásokról pedig annyit, hogy Székesfehérváron is hál' Istennek nagyon jó az átoltottság, és mindenki felfogja annak a felelősségét, hogy ő miről dönthet. Saját magunkról is és gyerekeinkről is döntünk erről, és ez egy nagyon pozitív dolog, hogy egyre több fertőző megbetegedés ellen, és hogy a HPV-t említsen, daganatos megbetegedés ellen is létezik védőoltás. Mint egészségügyi és sporttanácsnok, illetve mint édesanya, mire hívnád fel a figyelmét az édesanyáknak, az édesapáknak, a szülőknek úgy általánosságban a védőoltások kapcsán? A védőoltás, mint anyuka valóban, az egy átmeneti, egyperces kellemetlenség. Viszont ha már valakinek volt bárányhimlős, vagy bármilyen olyan betegséggel küzdő gyereke, ami ellen még akkor nem létezett a védőoltás, vagy nem kapta meg, és átérzi azt, amikor a gyerek beteg, hogy ez mennyivel rosszabb, én nem hiszem, hogy felelősen megtagadná a védőoltást. A városban több ingyenes szűrésre is lehetőségük van a városlakóknak. A városban lesz olyan program, ami mellé mi is rendelünk még ilyen testösszetétel vizsgálatot, illetve általános szűrővizsgálatot, amiben vércukor, koleszterin szint mérés szerepel, illetve ősszel mennek a további szűrőprogramjaink, vagy folytatódnak a városrészi programok is. Mennyire járulnak hozzá ezek a szűrőprogramok ahhoz, hogy hát tulajdonképpen ne akkor derüljön már ki a baj, amikor már valóban nagy a baj? Én most azt látom, hogy egyre többen jelennek meg fiatalok, és én javasolnám is a 35-55 éves korosztálynak, hogy ha ilyen alkalmat lát, hogy megnézetheti a vérnyomását, esetleg csináltathat egy bokakarindex meghatározást, amit mi csinálunk, vagy egy teljes testösszetétel mérést. Ugyanis nagyon sokaknál, nagyon sok betegségnek az a hátulütője, hogy évek óta fennáll, amikor valami egyéb ok miatt kiderül, hogy ott van, akár egy magas vérnyomás, akár egy cukorbetegség, akár egy magas koleszterin szint, ami hosszú távon okoz problémát, tehát mikor már látható, esetleg egy személy veszi észre, hogy nincs önnek magas vérnyomása, a cukrával nincs probléma. Ez egy alapszűrés, amit bármikor el lehet végeztetni. A szűrővizsgálatok szezonja a városban a tavasz és az ősz. Ebben az évben is több ingyenes felméréssel várják a lakókat.
Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, én bízom benne, hogy szolgáltunk önöknek hasznos és érdekes információkkal. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!